Az EMMI meghirdetett egy országos projektet, melyhez az iskola az előző tanévhez hasonlóan idén is csatlakozott. Tárgyköre a digitális témahét. A lényege, hogy lehetőség szerint nem informatika órán, hanem más tanórákon digitális programokat valósítsanak meg. Mi az idei évben ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy egy központi témát találtunk ki. A központi témának a címe a csokoládé. Tehát gyakorlatilag minden, majdhogy nem minden tantárgyból van ezen a héten olyan foglalkozás, olyan tanóra, ami a csokoládé körül forog, a csokoládé a témája, és minden ilyen foglalkozáson, minden ilyen tanórán digitális eszközöket használnak a tanulók. Néhány címet említünk a hasznos és érdekes előadásokból. Reklámfilm hatáskeltő eszközei, a csokoládé története, gyárak és márkák a történelem óra keretei között. Csokoládéfogyasztás statisztikai adatokkal matematika órán. És a héten az István napok véget tel és tele vannak érdekes programokkal. Volt tanulóink, különböző témában jönnek ide hozzánk ezen a héten, és tartanak előadást. A tegnapi napon dr. Szabó Milán Ausztráliáról tartott, ahol biológusként dolgozott több éven keresztül. A mai napon Kutus Bence érdekes kémiai kísérleteket mutat be mindenkinek a természettudományos laboratóriumban, és csütörtökön pedig Gyulai Eszter, aki női pilóta és egészen nagy repülőgépeket is vezetett már, illetve ennek volt a kapitánya, ő fog egy élménybeszámolót tartani majd a tanulóinknak. Minden évben megtartandó hagyományos István napok programsorozat által Kutus Bence, a gimnázium korábbi tanulója visszalátogatott régi szeretett iskolájába, hogy érdekes és látványos kémia kísérleteket mutasson be közel 60 diák számára. A mára végzett vegyész a kémiai reakciók főbb típusait egy-egy példareakción keresztül mutatta be a hallgatóknak. Ismét pótlom az oxigént rázással, akkor a metilénkék az visszaalakul az oxidált formájába, tehát a színtelen oldatból egy kék színű oldat lesz. Kellemes meglepetés volt, ugye, amikor írtak nekem a gimnáziumból, hogy tartanék egy kísérletbemutatót az István napok keretében, ugye, ami számomra végül is nem volt már újdonság olyan értelemben, hogy régebben, amikor még ide jártam, akkor hasonló kísérleteket már mutattam be akkor is a kémia órákon, úgyhogy nagyon örültem ennek a felkérésnek. A pénteki nap folyamán érsekkerti gimispartit fognak tartani az intézmény tanulói számára, ahol számos civil szervezet is részt fog venni, hogy a programok tartalmasak legyenek.